Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szerte a világban, de főleg Magyarországon különösen igaz az, ha valaki kiemelkedik az átlag állampolgárok közül, és tesz valami olyat, ami pozitív vagy negatív irányban kiemeli a tömegből, annak ugye rengeteg média vízhangja van, ilyen-olyan-amolyan, nyilván attól függően, hogy pozitív, amit csinál, hogy a társadalom megítélése szerint negatív, amit csinál. Ezt ugye mindenkinek vállalni kell, aki vállalja a nyilvánosságot. Na most, ezért rengeteg embert ugye szeretnek, nem szeretnek, mondom attól függ elsősorban, hogy ez mennyire pozitív a társadalom megítélése szempontjából. Tehát az, hogy mi az pozitív, ez megint egy relatív dolog, de általában, aki általában egy általánosan elfogadott értéknorma szerint tesz nagy dolgokat, azért pozitív megítélése jóval jobb. Például legyen ez egy olimpiai bajnok sportoló, vagy egy Oscar-díjas rendező, és sorolhatnám tovább. Viszont ha valaki teljesen másra emelkedik ki az átlagból, olyan dolgokat csinál, ami nem feltétlenül egy nagy nemzeti érdek, és egy nem nagy hazafiasságról szóló dolog, akkor lehet, hogy nem ilyen lesz a megítélés, sőt biztos, főleg ha ezek a dolgok olyanok, amik rengeteg ember szemében ugye szálkát jelentenek, és nem feltétlenül azért, mert negatív dolog, amit az ember csinál, hanem mert más, amit csinál, és lehet, hogy a mögötte levő dolgok, azok visszavezethetők az irigységre, a saját szaléletre, stb. Na most, én azt amikor mondani, hogy nyilván tök egyszerű dolog ezek az emberekkel, akit valamilyen módon bánt ez a dolog, hogy ő hogy élem kellene foglalkozni, tovább kéne lépni rajta, és saját életünkkel kéne inkább kicsit oda kéne koncentrálni, és azt rendbe rakni, de hát nyilván az emberek nem ilyenek, hanem egyszerű dolog mást fikázni, meg máson irigykedni. Nem magamról beszélek most elsősorban, én hol vagyok én attól, hogy valami nagyon nagy népszerűségre tettem volna szert, viszont azért valamennyire ismernek, és nagyon jól tudom, hogy mennyien utálnak, de tudom, hogy még többen valamilyen módon kedvelnek. Viszont van egy nagyon-nagyon biztos pont az életemben, van egy ember, több is, de egy az biztos, akit nálam sokkal-sokkal többen nem szeretnek, valószínű, hogy ugyannyian szeretnek is, de amik ugye megjelennek a médiában különböző reakciók, azok nagy részt, ugye főleg a komment szekcióban, azok nagyon-nagyon negatívak és nagyon-nagyon ellenségesek, még az én komment szekciómat is überelik, pedig az nem egyszerű. És ez az ember Berki Krisztián. Na most én Berki Krisztiánról már készítettem videót, kaptam is érte hideget, meleget, és a fő ok, ami engem akkor támadtak, és nem az alattam levő komment szekció véleménye érdekel, mert azt mondtam pontosan, hogy nagy ívben leszarom, hanem olyan emberek, akik számomra valahol hitelesek, ismerősök, akik nem értették közülük sokan, hogy eddig nézegették a videóimat, ezt most nem értik ezt a Berki dolgot, mert ez az ember, ez egy olyan ember, és akkor itt kapott Berki Krisztián hideget, meleget, a fő támadási felület, hogy úgy éli az életét, hogy nem mint a fiatalok számára, és egy nagyon-nagyon rossz példát közvetít a gyerekeknek, a fiataloknak. Hát erre a következőt tudom mondani, mint annak idején az éjjel-nappal Budapeste is. Aki elhisz mindent, amit a médiában lát, akkor ott bajok vannak. És ez nem csak ezekre a bulvár dolgokra igazak, hanem a napi hírekre is. Tehát ezeket azért a helyén kéne tudni kezelni, az egyik. A másik dolog az, hogy tudni kéne egy kis értékrendet tenni a saját életedben, és nem mindent feltétlenül elfogadni, amit látsz a tévében, és akkor nem az lesz, hogy megítélsz úgy embereket, ahogy nem biztos, hogy kéne. A harmadik dolog az, hogy én nagyon-nagyon régen ismerem Berki Krisztiánt, nagyon-nagyon fiatal kora óta, és pontosan tudom, hogy ő milyen ember. Nyilván változnak az emberek, ő is biztos változik, viszont azt is tudom, hogy nem egy hülye gyerek. Ha hülye gyerek lenne, akkor nem jutott volna ide, ahova eljutott. Hogy hova jutott, ez is megítélés kérdése, rengeteg embernek egy semmire kellő, semmit tevő, attól függetlenül, ahogy látom, meg ahogy közvetíti az egész kis életét, nem él szarul, és mellette azért azt is tudomásul kell venni az öregi ahon túl, hogy most egy boldog kis családban is él, ez tisztán látszik a különböző kis bejelentkezéseken. Aztán nem tudom, hogy ha ő negatív példa fiatalok számára legyen, akkor mitől jobb példa mondjuk otthon a részeges apuka, a drogos tesó, az, hogy tudja a gyerek, hogy apukának nem csak egy anyuka létezik, hanem vannak másik sarok is az életében, az, hogy látja, hogy mondjuk az egész család szétesik,
az, hogy elmi iskolában is látja, hogy a tanárt megverik, az, hogy látja, hogy az hasonlja mindenki, hogy milyen marha jött a fasza az életbe, de ugyanakkor minden egyre drágább és nehezebb hozzájutni, és sorolhatnám tovább. De nem tudom, hogy ezek mennyivel pozitívabb példák. Berkit azért jobb fikázni, mert ugye nagy nyilvánosság előtt van, és folyamatosan ugye olyan dolgokat is tesz, ami irritáló egy átlag embernek az egész életmódja, az egész megnyilvánulásai. Viszont itt megint visszautalok arra, hogy nem kellene mindent elhinni szó szerint, amit a médiában látok. Ugye ez Berk Krisztián nem érdekli, mennyire érdekli, ez részletkérdés, tudom, hogy mennyire, körülbelül annyira, mint engem az alattam levő komment szekció. Amiről viszont most előtérbe kerül megint Berki a felvezetés után, csak úgy körülbelül lássátok, hogy mi a véleményem nekem róla, az az, hogy egy dolgot viszont nem lehet elvitatni tőle. Teljesen mindegy, hogy ki milyen módon ítéli meg az ő életét, nagyon-nagyon szereti a kislányát. Ezzel kapcsolatban tett most egy bejelentést, ami kicsit ilyen megdöbbentő mindenki számára. Ugye ő eddig a volt párjától, Hódi Pamellától, remélem jól mondom, távol tartotta magát különböző negatív megnyilatkozásoktól, mert gondolom, attól függetlenül is, hogy milyen módon váltak ők el, egymástól tiszteli benne valahol a gyermekének az édesanyját. Még egy dolog Berki Krisztiánról. Sok mindent lehet mondani róla, de az, hogy ne adnám meg a tiszteletet annak, aki megérdemli, az biztos, hogy nem. Ezt 100%-osan tudom, és attól függetlenül, hogy nagyon sok minden negatívot is lehet rám mondani, ez biztos, hogy ha egy pozitív dolgot kell mondani róla, akkor ez az. És ezt többször is láttam, többször is tapasztaltam. Visszamegyünk azonban az eredeti témához, ugye a kisgyereke és a bejelentés. Na most a bejelentés meg lehet nézni rengeteg közösségi portálon, ugye egy nyilvános beszélgetésben is vállalta, elmondta. Pontosan arról van szó, hogy innentől kezdve ő gyermeke édesanyjának, Hódi Pamellának nem fog gyerektartást fizetni. Na, ez a gyerektartás ez egy érdekes dolog amúgy is. Nekem is rengeteg ismerősöm van, aki elvált, ugye gyerekesek és gyerektartású. Általában, ha kicsit kulturáltak a partnerek, akkor meg tudnak egyezni egy összegbe, ami általában névleges szokott lenni, mindig azért névleges, mert a bíróság megállapít ezek a 40, 50, 60, 70 ezer forintok, ez nyilván nem elég egy gyereknek a nevelésére, főleg manapság nem. Egy apuka, aki tényleg szereti a gyerekét, én szerintem sokkal-sokkal többet költ ennél havonta. Na most a Berkinek az életmódját nézve és a gyerekének az egész, bocsánat, ilyen szóval mondom, a kezelését nézve, ugye ezt tárgyra szokták mondani, de most hittem más, amit eszembe. A gyereknek, bocsánat, a gyerekhez való hozzáállását nézve talán ez jobb szó, biztos, hogy ez a kisgyerek mindent megkap az adott hónapban, amire a gyerektartás vonatkozik, sokkal-sokkal többet is, ami messze nem 50-60-70-80 ezer forint. Ugye a videóban elmondja a Krisztián, hogy 80 ezeret egyeztek, mert 80 ezer forintban jóval-jóval többet költ. Ez eddig nem is volt téma köztük. Viszont jöttek a különböző konfliktusok, amikor ilyenkor szoktak lenni. Ugye az anyuka nem engedte többször a gyereket Krisztiánhoz, amikor elvitte volna ide-oda-amoda. Ebből vitáik lettek, és mivel úgy gondolja a Krisztián, hogy nagyon sok mindent megszegett az édesanyja, ezért úgy döntött, hogy nem fizet, és mellette ugye kijátszik egy másik fontos kártyát, 20 millió forintot kér a gyereke számlájára. Szóval nem értettem, hogy miért kér 20 millió forintot, megnézve a videót, aztán világossá tette. Ugye rengeteg olyan média szereplést vállal az anyuka, ahol ott van a kisgyerek is, közösségi médiákban, kereskedelmi televízióban, és úgy gondolja, hogy mivel ezek általában ugye szerződéshez kötöttek és reklámbevételeket hoznak, pontosan kiszámolhatók, és ebből ugye Krisztián úgy tudja, hogy az anyuka magára költötte a jelentős részt, és nem a gyerekre, azt mondja, ezt az összeget akkor költse, vagy fizesse be egy számlára, ami a kislány nevén van. Tehát Krisztián magyarul bekeményít, magyarul föltelt a töke az egésszel, hogy a kedves volt párja nem azzal törődik a gyerekneveléssel kapcsolatban, illetve nem teljesen azzal, amivel kellene, hanem csomószor meggátolja azt, hogy ami járna mondjuk egy apukának is, hogy rendszeresen lássa, ide-oda elvigye a gyerekét. Ez egy sima olyan háború, ami elvált szülők között, illetve külön élő szülők között szokott lenni. Ebben nincsen semmi hétköznapi. Azért érdekesebb, mert ugye két ismert emberről van szó. Na most azért azt hadd mondjam el, hogy én a Hódi Pamella nevet először akkor hallottam, mikor ugye megláttam Krisztiánnak, nem tudom milyen sorozatát a televízióban, illetve valami sorozatban, amiben szerepelt, talán az Édes Élet volt, a kereskedelmi TV2 kereskedelmi csatornán, és ott ugye feltűnt a párja,
Na most a Hódi Pamela sem hülye, ez tisztán látszik, ő ebből, hogy ő, hát idézőjelbe vett Berkiné volt ott, nyilván nem papírokkal igazoltan, de akkor is a Berkinek a társaként, ebből nagyon-nagyon jó tőkét kovácsolt, és egy nagyon fasza közösségi platformot hozott magának létre, és nagyon-nagyon szépen megy előre az életbe. Jól tudom, most már van neki párja is, egészségére ez nem érdekel. Viszont egyet le kell tisztázni. Hódi Pamelának az ismertsége, az egész médiában való szereplése sehol nem lett volna, hogyha nincsen Berki Krisztián. Tehát azért, ha más nem, azért ezt így alapvetésnek le kéne szögezni. A másik alapvetésnek le kéne szögezni a hölgynek, hogy azért a gyereknek nem csak egy anyja van, hanem van egy apja is. És úgy mondottam, 1500 dolgot lehet mondani Berkiről, ami nem szimpatikus nagyon sok embernek, egyet viszont biztos, hogy nem szereti a gyerekét. És hogy esetleg nem adná meg neki azt a fajta nevelést, nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg, lelkileg, a személyiségét nem úgy fejleszteni, ahogy kéne, azt biztos, hogy nem lehet mondani. Minden egyes képről, minden egyes kis videóról látszik, hogy imádja azt a kis gyereket, és sajnos itt is ugye a gyerek az ütköző pont, és egy olyan háborúba esünk bele, ami nem feltétlenül a nyilvánosságra tartozni. Miért tartozik a nyilvánosságra? Nem csak azért, mert Berki ezt is meg akarja mutatni, hanem egy olyan emberről van szó, aki állandóan a nyilvánosság előtt pörög, és előbb-utóbb ez kiderülne ez a dolog, és én úgy gondolom, hogy Krisztián úgy döntött, hogy sokkal-sokkal jobb, ha ez így fog kiderülni, hogy ezt nyilvánosan bejelenti, mintha esetleg mondjuk a másik fél részéről valamilyen anyázós keretek között, vagy valamilyen másfajta keretek között, ami nem biztos, hogy teljesen fedi az igazságot, kerülne nyilvánosságra. Az, hogy ez most mennyire fedi az igazságot, nyilván nézőpont kérdése, meg kell hallgatni mind a két félt. Krisztiánnak én, hogy azt mennyire hiszem el, hogy mennyire nem hiszem el, ez az én dolgom. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ezt a videót, akit ez érdekel egyáltalán. A videó végén ő felajánl egy segítséget, hogy az olyan apák, akik esetleg hasonló helyzetbe jutnak, hogy nem akkor tudják a gyereknek a láthatását esetleg fogorosítani, amikor ez erő megvan állapítva, vagy bírósági végzés, vagy egyéb problémáik van, felajánl egy segítséget. Na most az, hogy ez most megint mennyire egy reklám, egy média hype, egy média felfújás, hogy mindenképpen beszélni kell rólam, az egy érdekes dolog. Szerintem annyira nem, mert a Berkiről így is úgy is beszélnek, és nagyon tudom, hogy vannak azért még olyan dolgok, amiről fognak még beszélni, nem egy elveszett ember. Összességében azzal szeretném ezt a videót zárni, hogy tudom, hogy ezzel tal nem lesz se jobb, se rosszabb az ő megítélése, és nem is az én dolgom, hogy itt valami keresztet vigyek Berki Krisztián fölött, hogy tessék jobban megismerni ezt az embert, és így meg úgy megítélni. Marhára nem érdekli őt sem, meg engem sem, hogy kinek mi a véleménye róla, hanem azt az egy dolgot, amiről beszéltem, hogy egy gyerek kapcsán valaki ennyire ki tudjon állni a gyerekére, szerintem egy természetes dolog, és akármilyen negatív, hát vízhangban szerepel nagy részt ugye a médiában, már legalábbis az emberek részéről, attól függetlenül szerintem ez mindenképpen egy elismerendő dolog, hogy valamilyen módon a kislánya jogait szeretné ugye előtérbe helyezni. Tudom, erre most van azt mondani, hogy pont leszarja ezt a dolgot, ő magát akarja megint előtérbe helyezni. Nem hiszem, az én véleményem, ezen más dologgal előtérbe tudja magát helyezni. Szerintem most is van legalább 10 darab ötlete, hogy napi szinten szerepeljen a médiában, és a végét az zárom a videónak az egész Berki jelenséggel kapcsolatban, amit ugye megemlítettem a videó elején, hogy hölgyek, urak, nem kell mindent elhinni, amit láttok bármilyen média felületen, itt sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!